Ez nem a meccésnek az ideje, ami most így május elején vagyunk. Abszolút mértékben ez nem a tavaszi meccésnek az ideje. Itt a növények beültetés utáni szükséges meccéséről lesz egy kis demonstráció. Amiket itt elhoztam növényeket, ezek mind sövénynek telepítendő növények. Ugye már mi a célunk a sövény növényekkel, szeparálni szoktuk magunkat a szomszédoktól, a zajos utcáktól. Mondjuk azért az elég gyéres, úgyhogy nem tudom, hogy lehet ezzel szeparálni, vagy ez besűrűsödik idővel? Pontosan. Ez a növény, a lejlandi hamis ciprus, az egyik leggyorsabban növő sövénynövényünk, ezáltal a leggyorsabban alakítható ki belőle egybefüggő, akár szögletesre nyírt sövény is, ami jelen esetben a célunk is lehet. Egy-két trükk van vele kapcsolatban, amit nagyon fontos betartani, és akkor nagyon egyszerűen, és ami nagyon fontos, nagyon gyorsan lehet belőle. Mik azok a trükkök, most mondd el nekünk? Sövényt kialakítani. Na, az első számú trükk az ültetésnél kezdődik. Mivel elég gyors növekedésű, ezért nagyon nagy a tápanyag igénye, és nagyon nagy a csapadék igénye. Tehát locsolni ezt kell. Így van. Ezt a két dolgot nagyon fontos betartani, és ezt már az ültetéskor meg lehet tenni. Első számú szabály, sokkal nagyobb gödröt érdemes ásni, ültető gödröt érdemes ásni, mint ami maga a növénynek a konténere, vagy maga a földlabdája. Minden irányba ez azt jelenti? Így van. Hát én azt szoktam mondani a vevőknek, hogy egy ilyen 10 centivel nagyobb gödröt körbe érdemes kiásni. A gödör mélysége pedig a konténer mélységének kétszerese az lehet. Általában a tűlevelő örökzöldek nagy része a savanyú, alacsony pH-jú talajt kedveli, ezáltal érdemes az ültető földünkbe egy kis tőzeget, savanyító tőzeget belekeverni, és amit már mondtam, elég nagy a tápanyag igénye, ezáltal nem árt egy kis szerves trágyát, marhatrágyát is kijuttatni ilyenkor. Ez úgy működik, hogy a kiásott földet jól összekeverjük ezzel a trágyával és ezzel a tőzeggel, a gödröt megtöltjük tele vízzel, megvárjuk, míg elszivárog, utána kezdjük meg az ültetést. A jó laza talajunkat belerakjuk a gödör aljába, bekerül a növény, mellé rakjuk a földet, nem kell megtaposni, nagyon sok téfit van ezzel kapcsolatban, hogy meg kell taposni, tömöríteni. Épp elég annyira megtömöríteni a földet, hogy maga a növény biztosan álljon. Utólag is meg kell locsolni? Rendesen? És pontosan, utólag pedig nagyon jól beöntözni. Érdemes kitányérolni, úgynevezett kitányérolni a növény körül a földet, hogy meg tudjon állni benne mind az öntözővíz, mind pedig későbbiekben a csapadék. Érdemes esetleg öntözőrendszert telepíteni mellé? Vagy ez annyira igénytelen, hogy... Nem nagyon szükség. Meghálálja egyébként, hogyha egy csöpögtető csövet a leendő sövényünk alá telepítünk, ezáltal mi is kényelmesebben tudjuk kezelni ezt a sövényünket, és a növény is megfelelő mennyiségű csapadékot kap. Mert azt várom, hogy csattanjon az a metszió. Nos. Na de várjál, hozott magával még egyéb dolgokat is, én láttam két kesztyűt. Bizonyán. Sokan gondolják azt, hogy a kertészkedés egy piszkos munka. Erre már vannak nagyon jó megoldások, az egyik ilyen a kesztyű. Utána ezt eldobod? Többször használatos, de ő egy vadi új. Tehát nem kesztyű. Mint a sebészek, hanem mint a kertészek. Hát itt tulajdonképpen csak a saját kényelmünk és tisztaságunk érdekében kell felvenni. Egyébként hát vannak olyan növények, amik szúrnak is. Így van. Hát arra nyilvánvalóan egy vastagabb kesztyűt érdemes. És ennek van valami gyantája? Azért is húztad fel a kesztyűt? Pontosan. Egy elég gyantás, főleg meccés után elég sok helyen a gyanta ki fog csorogni. Lássuk a meccést. Nos, beültettük a növényünket, megfelelően beöntöztük, esetleg ki is karóztuk. Akkor jön a meccés, ami abból áll, hogy tulajdonképpen csak minimális szinten visszacsipkedjük a hajtásait. Ezzel azt fogjuk elérni, hogy a növény belső hajtásai és a belső részei is megerősödnek és sűrűsödnek. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az oldalsó hajtásai fognak megnyúlni, megerősödni, és nem lesz elég sűrű, és nem lesz túl dekoratív sem a növény. Egyébként én úgy érzem, hogy sokkal jobban érzi magát a növény. Ha mi beültettük, és évekig így volt, 3 évig, és csak utána metszettük meg. Én szerintem jól érzi magát, és nagyon szépen dű, de akkor rosszul csináltuk, ha jól látom, vagy jól értelmezem. Sokkal gyorsabban ki lehet alakítani ezt a sűrű, egybefüggő sövényt. Ez a meccés által. Általában évente kétszer érdemes egy ilyen csipkedést
És ez bármikor elvégezhető? Ez tulajdonképp bármikor elvégezhető. Érdemes nyilvánvalóan egy a tavaszi meccésekkel már egy meccést megejteni. Mint már mondtam, sokkal sűrűbb lesz. Amikor eléri az általunk kívánt magasságot, onnantól pedig a növény csúcsát is vissza kell vágni, addig semmiképpen sem. Ha esetleg túlnőtte a karunkat, és még visszahajlik, akkor esetleg egy karócserével. Most ezt például itt visszavágom, akkor az azt jelenti, hogy afölé soha többé nem fog nőni? De igen, nyilvánvalóan az oldalsó hajtásaiból valamelyik át fogja venni a sudár szerepét. De tulajdonképpen erre nincs szükségünk, addig, amíg a megfelelő magasságot el nem érte. Na, ezt azt hiszem, hogy kivégeztük. Még egy-két dolgot azért elmondok ezek közül, a trükkök igen. közül. A telepítés távolsága nagyon fontos. Tehát ezeket a növényeket durván 1 méter, maximum 80 centire érdemes telepíteni, ennél közelebb nem. Elkezdik elnyomni egymást a későbbiekben, amikor már ilyen combastagságú törzsük van, akkor már nem érzik jól magukat, hogyha ilyen közel vannak. Első blikre nagyon ijesztően fog kinézni a méterre telepített leendő sövényünk, de nem kell megijedni, megfelelő meccéssel 3-4 év alatt már egy egybefüggő, akár ember magasságú sövényt is ki lehet belőle alakítani. És egyébként, amik itt vannak az asztalon és a padon ezek a virágok, ezeknek is neki lehet most ugrani metszólóval? Rájuk is az vonatkozik, hogy beültetés után érdemes visszavágni. Ezzel tudjuk arra késztetni a növényt, hogy kicsit erőteljesebben növekedjen, és a kívánt sűrűséget itt is így tudjuk elérni. Meg szoktuk különböztetni az örökzöld és lompullató sövényeket. Nyilvánvalóan a kívánnak megfelelő növényt érdemes választani. Ha már az örökzöldeknél kezdtük, akkor folytassuk is velük. Ők ketten, a korallberkenye és a babérmegy, ami még nagyon gyakran használatos sövénynek való növény. Ők is, mint már mondtam, örökzöldek, nagyon gyorsan nőnek. Ezáltal szintén elég gyorsan meg lehet a kívánt sövényt telepíteni. Itt látok két egyformát, illetve csak majdnem egyforma, tehát a leveleik egyformák, de a színük másmilyen, nem is tudom, mindjárt megnézem. Hát nem tudom, ki találja ki ezeket a neveket. Őket ők hívják, fogalma. Hogy hólyagvesző. Ők már a lompullató sövények közé tartoznak. Őket már nem lehet annyira jól alakítható, szinte szögletes sövényé kialakítani. Őket érdemesebb kicsit sorba, nem feltétlenül sorba, hanem egy kicsit kötésbe ültetni, és ők tulajdonképpen a kialakult természetes koronájukkal fognak díszíteni. Tehát egymás mellé, ha ültetjük, akkor nagyon jól mutatnak, mert az egyik így világos, van. A másik de belőlük sosem levelük. Tudunk kialakítani olyan pontos, olyan precíz sövényt, mint például a lejlandiból, a babérmegyből, vagy pedig a korallberkenyéből. És egyébként ezeket össze is lehet keverni ültetésnél? Mármint úgy értem, hogy mit tudom, 30 centire mondjuk egy ilyet ültetek, egy ilyet, egy amolyat, és akkor ilyen szép színes lesz. Hát a 30 centi az kicsit közel lenne. Ez kicsit közel lenne? Jó. De egyébként igen. Tehát nagyon jól össze lehet válogatni amolyan színkompozíciókat. Ezáltal is fel lehet dobni a kertet. A babérmegyet és a korallberkenyét, mivel általában az igényeik nagyon hasonlóak, akár egybe is lehet ültetni, és egybe is lehet nyírni. A babérmegynek a friss hajtásai, mivel ilyen szép pirosak, nyilvánvalóan egy nagyon dekoratív sövényt lehet kialakítani. Bírják a napot is, vagy árnyékot is, napot is. Így van, általában elég jól tűrnek mindenféle környezeti hatást. Nyilvánvalóan minél több fényt kapnak, annál erőteljesebben nőnek. A bordólevelű hólyagvesző és egyébként a bordólevelű cserjék nagy részénél fontos azt tudni, hogy minél jobban napos helyre van ültetve, annál szebb bordó lesz. Uh-huh. Ha bekerül árnyékba, akkor idővel kizöldül. Elképzelhető, hogy ezek kifagynak esetleg télen, és akkor vissza kell vágni? Vagy nem, nagyon jó télállók. Nagyon jó télállók. Ezzel a problémával nem kell, hál' Istennek, számolnunk. Ennek a levele pont úgy néz ki, mint a sövényünknek, de a mi sövényünké az sötét zöld, ez pedig mintás. Mm-hmm. Jó, sejtem, hogy nagyon jól sejtett, pontosan. Amiről te beszéltél, a sötét zöld fajta az ő lesz, igen, a fagyal. És neki van egy változata, ez a tarka levelű, sárga tarka levelű fajta. Ők már szintén a lompullató sövények közé tartoznak, viszont
köztudott, hogy belőlük nagyon szépen gyönyörű sövényt lehet kialakítani, akár formára is. Mert nálunk macerásabb ez a fajta sövény, mint például az imént mutatott kerítéstúja, mi kerítéstújának hívjuk, bocsánat. Ezt viszont én abszolút egy gaznak néztem, bocsánat a kifejezésért, de valószínűleg a virága miatt én összekeverhetem valamivel. Ő nem gaz, ő is egy lombhullató cserje, a spírea, vagy gyöngyvessző. Neki az az előnye a többi lombhullató cserjével kapcsolatban, ami már tulajdonképp látszik is, hogy ilyenkor tavasszal, nyár elején gyönyörű szépen virágzik. Ő is nagyon jól alakítható, sűríthető. Nála is igény ugye az időnkénti meccés, főleg beültetés után. Annyi kis trükköt érdemes alkalmazni, hogy érdemes megvárni, míg levirágzik, és akkor mecceni. Nyilvánvalóan egy beültetés után érdemes megtenni. Ez nagyon sok, nem? Ne ijedjek meg, hogy ilyen sokat szabad, nem szabad megijedni a meccéstől. Igénylik a növények, akkor lesznek szép sűrűek. Meg lehet azt csinálni vele, hogy alul egészen levágja az ember, és fölül meghagy egy kis koronát, tehát egy ilyen kis fa formára? Hát őket elég nehéz törzsre nevelni, mint ahogy látszik, alulról is szeret megújulni, és alulról is hoz sarjhajtásokat, ezáltal is sűrűbb lesz, őt inkább érdemes meghagyni cserjének. A fagyalt esetleg lehet, sőt a koralberkényéből és a babérmegyből is vannak ilyen úgynevezett törzsre nevelt formanövények. Belőlük azért elég jól ki lehet alakítani, elég erős fásszáruk van erre a célra. Most én egy olyan növényről foglak kérdezni, amit nem te hoztál, hanem végig itt van a látószögemben, ott van ez az orgona bokor. Például ez is vágható sövénynek? Az orgona? Rá is az vonatkozik, hogy teljesen konkrétan ilyen szögletes, kompakt sövénynek nem használható, nem vágható, viszont mint ahogy ezt a gyönyörű szép orgona bokor is mutatja, nagyon jó takarást lehet vele elérni, és nem utolsó sorban gyönyörűen virágzik ilyenkor. És ez most így, ahogy itt látszik, ez szerint ez így szakszerű? Tehát egy kertészerre így... Az orgonával kapcsolatban nincs túl sok szabály, meg lehet hagyni a természetes koronáját, fel is lehet nevelni őt is egy ilyen törzses cserjének. Annyit tudni kell róla, hogy ő nagyon erőteljesen hoz sarhajtásokat, ezeket, hogyha nincs rá szükség, akkor érdemes eltávolítani, ezáltal lesz egy kicsit dekoratívabb. No, hát neki fogunk állni majd valószínűleg nem sokára. Meccés tekintetében pedig rá is vonatkozik, hogy érdemes megvárni, míg levirágzik, és akkor... Köszönjük szépen. Reméljük, hogy legközelebb, ami mamut fenyővel fogsz bennünket meglepni, mert ezek is nagyon szépek voltak. Köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok. Szia.